A műsor média partnere a Népszava. Jó estét kívánok! Csankó Zoltán, a Bóta Café mai vendége, aki hát rengeteg szerepet játszott a Radnótiban, a Nemzetiben, most leginkább Győrben, és a hangját aztán nincs élő ember szerintem, aki nem ismeri. Ugye a Dallas óta, amiben Bobby hangja volt, és hát azóta még jó néhány hang volt, elképesztő mi mindenben. Tényleg szerintem, ha három mondatot mond, akkor mindenki fölismeri. Természetesen hívhatják Csankó Zoltánt, ahogy megszokták, kollégák mutatják a számot, 44-51-3-49, vagy skype.tv.fixhd, és természetesen most így nyáron a Margit-szigeti szabadtéri színpadra, illetve a Városmajorban vannak jegyeink, ha Csankó Zoltánnak mondják egy szerepét, valamilyen emléket vele kapcsolatban, hangos könyvet, szinkronhangot, mit tudom én, mi mindent. Van a Troubadour című operára, ez ugye Margit-sziget, és a Cirque Eloise című produkcióra, ez ugye, tudják, elég nagy divat manapság a cirkusz színház, ami a színháznak és a cirkusznak a keveréke, ez járják vele a világot, ez ilyen westernes, üldözős, nem tudom, és közben akrobatikáznak, én tuti, hogy megnézem, már kértem is rá jegyet. És akkor ezen kívül, ez volt a Margit-sziget, és a Városmajorban van a Paja Beára és zenekarára, tehát az ő koncertjükre jegyünk, és megint egy, hát ez nem koncert, ez egy musical bemutató, méghozzá egy új musical bemutató, Gruppen Swing, Holdfény Mulató címmel, szintén a Városmajorban. No, hát akkor várjuk a telefonokat és a Skype-okat. Mindig szerettél rajzolni, azt nem akartad, hogy megfestesz is tulajdonképpen, ezt nem mindenki tudja rólad. Ilyesmit nem akartál csinálni? Tehát az tuti volt, hogy színész? Nem, kacérkodtam a gondolattal, és jó estét kívánok mindenkinek. Kacérkodtam a gondolattal, de apám, aki nagy művészetbarát volt, azt mondta, hogy nincs hozzá elég tehetségem, és aztán szép lassan... De hogy mi rajzoltál? Nem voltam elég. Ránézett és azt mondta, hogy elkezdte fikázni. Igen, azt mondta, hogy ezt inkább ne forszírozzam, mert szerinte nem vagyok elég tehetséges benne. De abszolút igaza volt. Később előfelvételisként a katonaságnál együtt voltam, mint leendő színi növendék a leendő grafikusokkal és festőművészekkel, és láttam, hogy ők mire képesek ott. Hát még akkor még nem is kezdték el az ő saját iskolájukat, és hát elképesztő, hogy hogy rajzoltak, hát ez hihetetlen volt. Úgyhogy akkor aztán igazán rádöbbentem, hogy nagyon jó, hogy nem azt az utat választottam. És a színész nem mondta atyát, hogy na, hát az se kéne. Dehogy nem. Na, ugye. Hát dehogy nem, arra is mondta, csak abban azért igazán nagy sikerélményeim voltak, úgyhogy... Már pedig? Eltántoríthatatlan voltam. Tehát már a gimiben? Már a gimiben. Tulajdonképpen egy klasszikus történet, tehát nem, ezzel nem is húznám az időt, de azért dióhéjban elmondom. Hát ugye akkor nagyon élénk volt az amatőr mozgalom, rengeteg színjátszókör volt, én is belecsöppentem az egyikben, Szolnokon. Nagyon jó magyar tanár kell hozzá, és hát nyerni kell időnként, hogy az embernek sikerélménye legyen egy-egy szavaló versenyt, vagy prózamondó versenyt, és akkor a tanára biztatja az embert, akkor biztatnak az osztálytársak, aki szép lassan eltérítenek arról az útról, amin egyébként el akartam indulni, mert nekem tanári vágyam volt. Annak idején, sőt, az állatok is nagyon érdekeltek, tehát a kettő között lavíroztam, de kikötöttem. Hát aztán állatokat festesz. Igen, van egy festményem. Egy festményem, amint több mint 40 állat van. Igen, körülbelül egy, igen. És ha igaz, akkor két évig festettem. Két évig olajjal. A konyhában. Igen, pontosan. Igen. Amiben az az érdekes, hogy akkor jöttél rá, hogy miért kell műterem, mert hogy minden este ezt állítólag előadások után festetted, és akkor, akkor már nem kellett főzni. Igen. És akkor minden este...
el kellett pakolni, vagy hajnalban. Így, ki kellett pakolni, el kellett pakolni, nem beszélve az olajfesték szagáról, meg a higító, meg a szárító, meg nem tudom, mindenféle. Összekeveredett az égett olaj szagával. De egyébként fantasztikus illatok, tehát nem, de hát ez egész nap ezt szagolni, és a család minden tagjának ezt szagolni, azért ez nem egy kényelmes állapot. Úgyhogy akkor jöttem rá, hogy miért vannak a festőknek műtermei. Uh-huh. Egyébként ezt lehet róla tudni, hogy főzni is szeretsz. Nagyon. Ha már a konyhában. Nagyon. Hát amikor van időm. Most sokat utazom, és most nincs annyi időm. Mármint, hogy Győr és Budapest között? Hát Győr, Szombathely, Veszprém, Dunaújváros, Miskolc, Tatabánya, csak hogy a legutóbbi néhány helyszínt. Ezt autóval azért, ugye? Nem, én nem tudok vezetni. Ja, te nem tudsz vezetni. Egyáltalán. Tehát ezt mind vonatozod? Halálkomolyan mondod? Nagyon tudnék mesélni arról, hogy milyen például Győrből Veszprémbe átvonatozni azzal a kis piros matchbox-szerű szerelvényel. Viszont isteni lehet hangosan tanulni, mert senkit nem zavarok vele. Olyan hangos a vonat, úgy zakatol, egy ilyen motorvonat, ilyen hangja van. És... Jó, de hát Tamás is azt mondja, hogy vonaton tud legjobban tanulni. Hát tőlem tanulta. Ja, hogy ezt tőled tanult. Persze, mert te jó barátok vagytok. Így van, igen. És mindig hogy, mondtam. Hogy, az hogy megy? De nem zavar a zakatolás, mondjuk? Nem. Vagy hogy veled szembe ül valaki, és az nem néz hülyének, mondjuk kapásból nem ismer föl, és akkor itt van egy pasas, és egy szöveget hangosan óvas. Először is igyekezni kell, nem szembe ülni senkivel. Ja. Igen, tehát erre figyelni kell. Ráadásul az én utazási ritmusom, szerencsére, megengedi azt, hogy egy ilyen félig üres vonatba üljek be. Tehát az első osztályon eleve nincsenek olyan nagyon sokan, kivétel az ünnepi időszak, akkor azért vannak. És hát az első osztályon azért lehet találni olyan... Ja, ki fizeti a színház az első osztályt? Dehogy fizeti? Hát sem, ez az én saját költségem. Ja, és akkor megengeded magának az első osztályt, menő színész? Azért, igen, hogy komfortosan érezzem magam, mert nekem az kell ahhoz, hogy én... Na, azt még mesélj, aztán adunk telefon, de mesélj egy gyorsan, hogy mész el Győrből Veszprémbe, mert... Hát ezen a motorvonaton, de mondom, nagyon jól lehet közben tanulni, hangosan lehet közben tanulni. Na jó, de az mindenféle kacskaringot, átszállás... 70 kilométer körül van a távolság, és ezt 2 óra 10 perc alatt teszi meg, de megy föl, megy le, kanyarog össze-vissza, olyan, mint egy úttörő vasút tulajdonképpen, nagyon szórakoztató, alig vannak rajta, és lehet közben étkezni, tanulni, és a szarvasok és őzek időnként bekukucskálnak az ablakon. És megnézik, meg meghallgatják, mit olvasol. Na, akkor mi meg meghallgatjuk a telefonálót, jó estén! Szép estét kívánok Önöknek! Egy kicsivel több hangot kérek szépen a kollégáktól. Köszönöm! Most mondom akkor, szép estét kívánok Önöknek! Jó estét! Igen! És egy színházi szerepét szeretném emlékezetül elmondani a művész úrnak. Én láttam vele a Kőszívű ember fiait, ahol Baradlai Jenőt játszott. Jól emlékszem-e? Igen, de ez nagyon régen volt. Hát igen, az nagyon régen év volt, de nagyon-nagyon emlékezetes volt, mert mi azt annak idején felvettük, és időnként elővesszük, és akkor leszoktuk játszani. Nagyon-nagyon jól alakított benne. És a szinkron szerepeire meg rögtön, amikor az első mondatot kimondta, akkor lehetett tudni, hogy ön gyakorlatilag Thomas a gőzmozdony. Hát a gyerekek nagy kedvence. Meg ugye a gyerekek imádják a Hupikék, Törpikéket, abba is szinkronizált. Igen. A Mamma Mia-ba felnőtteknek. Igen. Gratulálok, és nagyon-nagyon sokszínű a művészete, és továbbra is így folytassa. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Viszont hallásra, minden jót. Jár a két jegy, Margit-szigetre vagy Városmajorba, és várjuk az újabb telefonokat, vagy Skype-okat. Egyébként hát a szinkronizálást, azt mind a mai napig elég csökevényesen tanítják a színművészetén. Te szerintem meg nem is tanultad, nem? Tehát, hogy... De, mi még tanultuk. Tényleg? Most már nem tanulják. Mi még tanultuk, Vas János tanár úr volt, aki akkor egy idősödő szinkronrendező volt. Ő tanította a szinkront. Volt egy év. Kollégák közben készülnek, mert van egy ilyen szinkronos bejátszásunk ám, úgyhogy abból mindjárt mutatunk.
Szóval, hogy mi tehát tanultuk? Egy egész évet. Egy egész évet tanultuk. Mert ma már a félszínész társadalom ebből él egyébként. Hát sokan, igen, vagy legalábbis megpróbálnak ebből élni. Most akkor, bár népszerű volt a szinkron, de rengeteg tévéjáték készült, vagy hát viszonylag sok film még, és voltak osztálytársaim, akik ezekre az órákra nem is jöttek el, mert őket annyira nem érdekelte a szinkron. Engem viszont hihetetlenül érdekelt. Én egy őrületes játékot láttam benne, még akkor is, ha féltem tőle, nagyon féltem tőle. Tehát, igen, állítólag remegett a kezedbe a kezdetekben a papír. Rettenetesen. Így fogtam a papírt, és remegett, és mindig azért szurkoltam, hogy csak egy mondatom legyen, ne több, de közben meg imádtam oda menni, és alig vártam, hogy hívjanak. És nem csak az anyagi része érdekelt, komolyan mondom, hanem a játék. Arról meg nem is beszélve, hogy hát micsoda színészekkel lehetett akkor találkozni. Van a neten egy cikk, ami azt hiszem az a címe, hogy a négy legdögösebb magyar férfi hang, és abból te vagy az egyik. Na hát, köszönöm szépen, bárki írta. Hogy kell dögösnek lenni? Egyébként szóval az elképesztő, majd mindjárt látják a bejátszáson is a nézők, hogy az hihetetlen, hogy mennyire beleélitek magatokat. Tehát, hogy arcban, sőt testben még mozdulsz is, holott csak a hangot hallatszik, mégis, mintha színpadon lennél annyira. Igen, én annak idején kinevettem kollégát, amikor ugye főiskolásként jártam gyakorlatra ki a Pannonia szinkron stúdióba, és idős kollega, amikor bejöttek a film szerint bejöttek a bankrablók, és ő egy pénztárnál álló ügyfelet szinkronizált, és ő úgy beszélt, hogy fölrakta két kezét, mint amikor ráfogják a pisztolyt, mert a filmen ráfogták, és ő így beszélt, ne bántsanak, és akkor mondom, úr, hát miért, hát úgyse látja senki, hogy fölrakja a kezét, és hát magamat rajta kaptam utána nagyon sokszor, hogy én is gesztikulálok. Jobban nyilván megvan hangban is. Hát persze. De ha mondjuk lekötnék a kezedet, vagy oda kötnének a izébe, ugyanúgy meg tudnád csinálni hangba, vagy nem? Meg. Például ahhoz, hogy úgy egy olyan embert szinkronizáljak, akinek a szájában van egy cigaretta, ahhoz egyáltalán nem kell, hogy bekapjam a cigarettát, mert azt így megcsinálom. Aha. Vagy például, ha egy poharat emel a szájához, akkor is szoktam csinálni. Aha. Kézzel. Tehát nagyon sok ilyen praktika van. Valaki vele rakja az ujját a szájába, és így cigarettázik. Aha. Én meg megcsinálom így, fél szájjal. És akkor így beszélek. Na akkor adjunk Skype-ot, és utána megnézzük, hogy szinkronizál Csankó. Jó estéken! Jó estét kívánok, Lajos István vagyok. Parancsa, egy kicsit több hangot, az előbb is már elég halk volt. Köszönöm. Nagyon sok oldalú a művészúr. Úgyhogy én a szinkron szerepei közül szeretném a Piadone Afrikában, a Klinikát, és a Jó reggelt Vietnámban is szinkronizált. Igen. Így van. Igen. Köszönjük szépen. Nagyon szépen. Ennyi. Jár a két jegy, Margit Sziget vagy. És CD-je is jelent meg, igen. Igen. Úgyhogy nagyon sok oldalom. Ilyen hangos könyvek, arról még lehet, hogy beszélünk, mert az például érdekes. A három vakegér. Igen. Három vak, Agatha Christie, igen. Igen, na, igen, meg Nyaraló gyilkosok. Az is Agatha Christie. Mindkettőt olvastam. Igen. Na, én is. Köszönöm szépen. Akkor Margit Szigetre vagy Városmajorba két jegy. És akkor köszönöm nézzünk szépen. Be, ez nem viszont egészen... Viszont hallásra várjuk az újabb telefont, meg Skype-ot. Ez ugye akkor most nem egy egészen tiszta szinkron helyzet, hanem játszottatok tulajdonképpen, nem? Tehát, hogy igen. Improvizálni volt kellett. Volt egy felkérés, hogy improvizáljunk bizonyos szövegekre. Több kollégával, de mi szegény több kollégát kivágtuk, és összevágtuk téged, ahogy ezt csinálod. Na, akkor lessük meg, szerintem roppant mókás. Majd én megeszem. Egy csepp vizet juttatunk a dugóval zárt lombikba, majd a lombik száját víz alatt szabaddá tesszük. Így a folyamat rendkívül gyorsan megy végbe. Több rétegű padlók keresztben egymásra rakott szerkezete biztosítja a padló stabilitását.
és a vak természetes mozgását is akár 70%-kal is csökkentheti. A laminált padló és a többi fa hatású padlót soha ne keverjük össze a valódi fa padlóval. De a helyi szokások alapján a szóhasználat nem konzekvens. Pedig magasságuk alapján legalább egyikük csak dombság! Egységek szabdalják Ázsia területének 54%-át, összesen a föld felszínének 24%-át tekinthetjük egységnek! Hát figyelj, a szinkronrendező nem röhögi halálra magát ott az üvegablak mögött? De, sokszor mi is. Egyébként a bejátszásnak az első pár kockája, a hókuszpók, az igazi szinkron volt. Ja, onnantól következett, teljesen véletlenül ugyanabban a pólóban voltam, én magam is csodálkoztam rajta. Onnantól kezdve volt az, amiről beszéltünk. Hát a hókuszpókra állítólag valami 2 hónapig keresték a megfelelő szinkronhangot, mert ugye ezt manapság már ki kell küldeni, ugye a megrendelőnek ebben az esetben gondolom Amerikában, és akkor mindegyiket visszadobták, hogy nem, és akkor valakinek eszébe jutottál. Így van, és el is mondom a történetet. Egyébként Nikodim Zsigmond rendezte a rajzfilmeket, ugye ez 2 részes volt, és Henk Azaria volt a Hocus Pocus, tehát ő játszotta, és az ő hangja lettem, és nem jutottam eszébe a Nikodim Zsigának, pedig nagyon sokszor dolgoztunk együtt. És ő megbetegedett, és még mindig nem lehetett vége a castingnak, még mindig nem találták a hókuszpoklak a hangját. De ott már az összes ilyen kabaré színész, most bocsánat, hogy ezt mondom, a Kerekes Pubitól, a Józsa Imin át, tehát mindenki, aki ilyen ebben a műfajban szokott tevékenykedni, már mindenki ott volt a castingon, és senkit nem fogadtak el, és egyszer csak, mivel a Zsiga beteg lett, jött egy másik szinkronrendező, és neki eszébe jutottam, hogy hogy a Csankót még nem hallgattátok meg erre. És beültem, mert akkor ülni kellett éppen, beültem, csináltam magamnak egy ilyen fogat, mint a Hocus Pocus, de is láttam, hogy az én vagyok. Ráadásul ezt a Henk Azariát én már szinkronizáltam többször, és karakteres szerepekben, úgyhogy nem volt nekem ő egyáltalán idegen. És én éreztem, ahogy megcsináltam ezeket a pici etapokat, éreztem, hogy nekem komoly esélyem van, hogy megkapjam, mert nagyon rajta voltam abban a pillanatban. És eltelt egy hét, és jött a visszaigazolás, hogy na, őt kerestük. Na, hát megtaláltak. Mi meg megtaláltuk a telefonálót, jó estéken. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Én mondanám a Nem félünk a farkastól, amit azt hiszem többször is játszott. Köszönöm. Az Osztroszkijnek az erdejét mondanám, és ami nagyon tetszett, a Kripli című darabot mondanám még. Igen, hát a Radnóti Színházban, igen. Remek Gotthard Péter rendezés. Igen, ez mind a Radnóti Színház, nagyon szépen köszönöm. Külön örömet szerzett, hogy szeret vasútozni, mi is szeretünk, csak a magyar vasút az elég szörnyű. De azért vannak már jó vonalai, ahol kényelmes hát, elég kevés, mi is sokszor szoktunk menni, de elég nehéz közlekedni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Sok sikert továbbra is, viszont hallásra. Várunk természetesen. Még telefon. Egyébként egy olyan szerepet volt a Király beszéde, amit először szinkronizáltál, igen, és aztán ugyanazt a fószert, igen, azt a királyt, a György király, ugye? Igen, hatodik György, igen. Hatodik György, aki ugye az a történet, hát nyilván rengetegen ismerik a filmet, hogy dadog, igen, és hogy meg akarják tanítani beszélni, de hát nem akar behódolni a beszédtanárnak, mert ő király, és hú, de közben így meg nem tud kiállni, szónokolni. Igen. És akkor ez a történet, úgyhogy te jó megtanultál dadogni. Igen, mondhatjuk, abszolút. Nekem nagyon nagy segítség volt, hogy a filmet én szinkronizáltam, mert egy csomó lépést nem kellett megtennem, amikor már ugye a színpadon játszottam a szerepet, mert Colin Firth és az ő logopédusa annyira körüljárták ezt a témát, hogy nekem már csak őt kellett követnem. Tehát nekem úgy kellett dadognom, ahogy a Colin Firth dadog. De hogy? Mert ennek van egy szisztémája a dadogásnak is, tehát egy abszolút ilyen... Igen. Akkor mondd el, és esetleg mutasd is, hogy van ez? Györgynek két jellemző dadogási formája volt. Az egyik, amikor bent ragad tehát nem is jut el odáig, hogy képezze a hangot. Aha. Tehát
a K-nál különösen bent ragad, és a King szó, mint király, ugye, az neki nagyon nagy problémát okozott. Pekhére, mert elég sokszor kellett neki kimondani. Nekünk viszont szerencsénk van a magyarban, hogy nálunk is K-val kezdődik a király. Úgyhogy, illetve hát nekem is szerencsém volt vele, és a király szónál bőven lehet adogni. A másik pedig, amikor tehát amikor a szótagokat, vagy egy hangot dupláz, vagy sokszoroz meg ez a kettő. És megvoltak azok, hogy K, G, és most már nem emlékszem, de hát egy évvel ezelőtt még pontosan tudtam, hogy mik azok a hangok, ahol dadog. A magyarban egy kicsit módosítani kellett rajta, mert Funtek Fricsi rendezte, és ő nagyon szerette volna, ha a B betűnél dadogok, minden olyan szónál, ahol a beszédről van szó, a dadogok, és az M-nél, mert nagyon sok magyar szó kezdődik M betűvel, és akkor még ezt belecsempésztük. Na most ezt piszkosul be kell gyakorolni, vagy azt mondja a Funtek, hogy létszi, dadogja az M-nél, és akkor az kapásból megy. Hát ezt piszkosul be kellett gyakorolni, aláhúzogattam. Nekem olyan a példányom, mint egy kotta. Na most, ha nem úgy dadogok az egyik előadásról, nem történik semmi. Sőt, azért ne úgy képzeljék ezt el, hogy én minden alkalommal pontosan ott dadogok, de vannak panelek, ahol igenis mindig ott dadogok. Most, ha átmegyek egy dadogáson, ahol dadognom kellett volna, akkor majd dadogok legközelebb. Tehát nem szorítottam magam azért annyira erős korlátok alá, hogy magát a színjátszást megakadályozza. Mi meg nem akadályozzuk meg a Skype-olót, hogy megnyilvánuljon. Jó estéket! Jó estét kívánok, Gulyás Éva vagyok. Köszöntöm Önöket. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy látom Csankó Zoltán. De ez most nem dadogás volt, ugye? Nem. Köszönöm szépen. Most visszatérve a szinkronra, én emlékszem, hogy vagy az első posztom, vagy a posztok az elsők között volt egy, ott rengeteg ilyen különleges program volt, és volt egy ilyen szinkron verseny is, és emlékszem, hogy a Csillárokon is loptunk, és iszonyú meleg volt, és valami hihetetlenül szórakoztató volt, azt is a Jordán Tamás, nem tudom, rendezte, vagy szervezte, de hogy az előbbi úr is említette a Radnóti Színházat, én azt gondolom magamban, hogy az elmúlt 20-25 évben biztos, hogy mindent láttam a Radnótiban. Ez a Nem félünk a farkastól, ez tényleg fantasztikus volt, de volt egy másik ilyen kultuszdarab, az Ankornai szerelmesek, ahol ugye, kollégák már is készülnek mondjuk a Kovács Adéllal való dallal, jó? Igen. A macskával nagyon-nagyon jó volt, és volt egy pillanata talán tavaly vagy tavaly előtt, amikor újra láttam Csankó Zoltánt a Radnótiban, Turandotban játszott egy minisztert, és erről pedig eszembe jutott, hogy én kínaiként láttam őt már a Holdbéli csónakosban is, ott kínai császár volt, csodálatos. De az a Nemzetiben volt. Vagy a Nemzetiben, mit mondtam? A Nemzetiben. Igen. Úgyhogy nagyon örülök, hogy látom, örülök, hogy ilyen sokféle tevékenysége van, és nagyon sok jó szerepet kívánok neki még. Nagyon szépen köszönöm. Hát, köszönjük szépen. Két jegy Margit sziget vagy Városmarul. Várjuk a további megnyilvánulásokat, és akkor most hát ez az Ankornai szerelmesek, ez eljutott a 200. vagy nem tudom hányadik előadásai, és akkor egyszer még... De elmeséltem a történetét, hogy jutott el. Úgy jutott el, hogy körülbelül a 186-nál tartottunk, amikor már a Bálint Andris le akarta venni. Én akkor tanársegédje voltam az Andrisnak a főiskolán, beszédművészetet tanítottunk, illetve tanított ő, én meg segítkeztem benne, és mentünk át a főiskolára, és mondom, Andris, most hallom, hogy le akarod venni, hát a 200-ig nem jutunk el, hát nem, hogy 200-at lehetne ebből játszani, 250-et. És akkor morgott egy kicsit, aztán végül úgy döntött, hogy még átviszi a következő szezonra, hogy meglegyen a 200. Úgyhogy így lett meg az én egy kis segítségem. És aztán még kicsit több is, mert aztán felújítottátok a szinkramozi helyén, akkor alakult színházba, aminek aztán hát röviden vége. Sőt, még aztán a Centrálban is volt, a Centrál Színház, azt már a Szervét Tibi szervezte, ott meg volt egy ilyen jótékonysági rendezvény keretében újítottuk föl. De ezekhez már az Andrisnak nem volt köze, neki csak a 200 előadás. Vajda Anikó darabja, igen. És nagyon mókás zenés, hát itt Kovács Adéllal jót énekel Csankó. Na nézzük! Yeah.
mama pedig moziba járt. A filmeken szerelmes volt, a filmen minden, de más. Mégis volt valami jó, egy örökös jó érzés, hogy mi minden lehet még, hogy annyi minden vár. Lenn a parton a bocskáknál az a szín, az a távoli íz. Úgy elolvad a gyermekkor, mint egy vár, amit elmos a víz. Homok vár, ez a vár, régen elmosta már az a víz. Homok vár. Itt elkezdtem magyarázni, az hallatszott már itt bele a végébe, hogy ezt a homokozást te találtad ki. Igen, ezt én találtam ki. Valló Péter azt szerette volna, ha ez a homokvár rendező, egy sűjesztő, igen, ő rendezte, bocsánat, igen, hogy ez egy sűjesztőből jön ki. Radnotiban két ilyen kocka sűjesztő, és akkor abból jöjjön ki a homokvár, de egy ilyen kasírozott homokvárra gondolt, és én meg egyszer csak előálltam ezzel az ötlettel, hogy mi lenne, ha az Adél, amikor bejön, húzza maga után a bőröndöt, és abban lenne a homok, és ott van az egész élete, az egész gyerekkora, stb. És hát a Péternek hihetetlenül megtetszett persze az ötlet, és nem adta föl, ő sem, mi sem, pedig azért volt ezzel gond, hogy egy bőrönde hogy lehet belepakolni úgy a homokot, hogy az kezelhető legyen, kinyíljon a bőrön, ne szórodjon ki a homok, stb. Stb. Tehát rengeteget szenvedtünk vele, de megérte, mert a premiére még tapsos is lett maga az ötlet is. Mármint, hogy közben ottan bele. Ott rögtön, tehát ahogy kinyílt a bőrön, és látszott, hogy ott benne van a homok, és abból épül a homokvár, az nyílt színi tapsot kapott a szám közben. No, akkor következő telefon, jó estén! Jó estét kívánok, Horovitz László vagyok, és szeretettel köszöntöm a Csankó Zoltán művész urat és a Vóta urat is. Köszönjük. Jó estét kívánok. Én körülbelül olyan 10 évvel ezelőtt egy csomó darabot láttam a Nemzeti Színházban, olyanokat, mint a Holdbéri csónakos, a Mester és Margarita, vagy az Öngyilkos, vagy a 12 dühös ember, azt hiszem azt a stúdió színpadon láttam. Igen. Az Életálom. Tehát ilyen darabokat láttam én a Nemzeti Színházban. Nagyon örülök meg. Na, általában akkor jókat látod. Igen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok. Viszont hallásra jöhetnek az újabb telefonok vagy Skype-ok. Hát végül is te azt hiszem, egy olyan 11 évet voltál a Radnóti Színházban. Igen. És ugye szó volt arról már, hogy Jordán Tamás a barátod, és amikor ő lett igazgató, akkor tudom, hogy rögtön hívott, és te nem mentél azzal, hogy hát itt nem illik innen úgy lelépni, meg izé, de aztán lett egy olyan évadod, hogy azt mondtad, hogy na, akkor sipírc. Hát ez pontosan így történt. Annyiban módosítanék rajta, hogy a Tamás nem hívott, mert ő nem hívott senkit. Mindig ez így jelent meg, hogy hívott színészeket, de ő nem hívott senkit. Hogyha neki telefonálni kellett? Hozzá, hogyha oda akart menni valaki, de ez Szombathelyen is így történt, ő nem hívott oda senkit, amikor alapította a Szombathelyi Színházat. Aki oda akart menni, ő részese akart lenni annak a színház alapításnak, vagy a tag akart lenni, akkor viszont, ha ő akar oda menni, akkor meg is kell, hogy feleljen azoknak a követelményeknek és azoknak az elvárásoknak, amiket a Tamás támaszt velük szemben. Tehát, hogy vegyenek részt erősen a közösségben, éljenek ott. Nem mint a Szombathelyről nagyon lehet szaladgálni Budapestre, de hogy... Egyébként speciál a Jordán elég ész vonatozik le föl a nyugdíjas hát, jegyével. Jó, hát most már, de... És közben tanulja a szöveget. Most már. De és ott... meg se kotyan neki, tehát én beleőrülnék, bevallom neked. De naponta jön fel, akár reggelre itt van, úgyhogy este játszott. Igen, szóval én nem értem. Igen. Hát én most végigcsináltam vele egy próbaidőszakot, Szombathely és Győr között ingáztunk. De hát az kutya füle, hát az 1 óra 15 perc. És akkor délelőtt próbáltunk Győrben, este megjátszottunk együtt a Volponéban, Szombathelyen. És hát Tamás volt a példa, én már majd elájultam időnként, hogy bírja. És bírta. És telefonál folyamatosan, tanul, közben fogad egy kicsit egy-egy meccsre,
Elképesztő. Elképesztő. De egyébként, hát szerintem is. Na szóval, hogy volt ez, hogy kaptál valami szerepet, azt hitted, hogy majd jutalmazzák a te nagy hűségedet, és aztán kaptál valami szerepet, amiben csak este 3-4-10-kor toppanhattál be a színpadra, és akkor azt mondtad, hogy na jó. Igen. Hát, ez igen. Mi volt egyébként? Ez a Lulu volt, és 3-4-10-kor mentem színpadra. Mondjuk a Schneider Zoli egyel később. Tehát amikor én kijöttem, ő akkor ment be, neki még rosszabb volt. És valahogy úgy éreztem, hogy tényleg az nincs megbecsülve. Most egy éven keresztül ezt a szerepet kaptam, és akkor nincs megbecsülve az a hűség. Hát azért az Andris sejthette, a Bálint Andris, hogy már csak a viszonyunkból a Jordán és az én viszonyomból kiindulva, hogy nekem sem eddig nem tartana átmenni a Nemzetibe. De én ahova mentek is többen ahova ment, eleve. Ment a Sej Júci, elment a Kulka János. Igen. Én megmaradtam. Sőt, a Szervétnek is volt egy kísérlete, de aztán ő visszamenekült. De mert? Ezt majd egyszerű. Ha ő akarja, elmeséli, én nem mesélem. Tehát ő végül is maradt a Radnotiban. Na, a lényeg az, hogy akkor úgy döntöttem, hogy akkor lépek egyet. És egyáltalán nem bántam meg. Mert hogy ott elég jókat játszott. Jókat is. Hát, részben jókat is játszottam. De azért nem mindig olyan feltétlen olyan. De nem is kell. Hát egy ekkora, társulatban, mint akkor volt a Nemzeti, hát voltunk, vagy 30-an. Hát ott az én Jászai díjam, az egy... Az a hátul kullagtál, mert ugye okay. Ott a Kossuth díj nemzet színésze. Kiváló, hát az ott teli volt az, ilyen kaliberű színészekkel. De hát hatalmas élmény volt. Jó, azért volt olyan is, akinek nem volt Jászai díja, tehát most nem akarom a Jászai díjat lebecsülni, sőt, nagyon büszke vagyok rá. De azért, de lassan már egy érdemes azért kiállt, nem? Hát én ilyeneket nem mondom. Na, szóval nagyon jól éreztem magam, és olyan emberekkel dolgozhattam, akikkel előtte soha. És nagyon nagy barátságok alakultak ki, Szarvas Józsival, Kaszás Attilával, Trokán Petivel, sorolhatnám, akkor dolgozhattam az Udvaros Dorottyával. Tehát nagyon nagy élmény volt, nagyon nagy élmény. És a Garas Dezsővel, Bodrogi Gyulával, hát ez nem biztos, hogy a Radnotiban megtörtént volna. Akkor hallgassuk meg, hogy te milyen élményt jelentettél a telefonálónak. Jó estéket! Jó estét kívánok, Nagy Károlyné vagyok, tiszteltel, köszöntöm Önöket. Jó estét. Tavaly jelölt volt a Csankóra Kaszás Attila díjra, és van egy hangos könyv, a Kökönysz és Bobolysza, azt imádják a dédunokáim. Jó. Igen. Nagyon olyan köszönöm. Sokszor meghallgatós? Igen, persze, ők maguknak berakják már. Akkor én köszönöm szépen. További sok sikert és jó egészséget. A hasonlókat, viszont hallásra. Továbbra is várunk mindenféle megnyilvánulást. Egyébként én azt olvastam, hogy a hangoskönyvnél egy egész térképet csinálsz magadnak. Igen. Színekkel, hogy a figurák különböző színeket jelent, mert az nyilván nagyon nehéz, hogyha minden figurát ugye neked kell és váltani, igen. És gondolom nem is szabad összekeverni, igen. Vagy nyilván szabad, csak akkor sokszor kell fölvenni, és akkor dühös a hangmérnök. Szóval, hogy ezt legalább kétszer te elolvasod az egészet magadban, és kétszer hangosan, mire bemész a stúdióba. Ez így van. Én hihetetlenül fölkészülök rá, másképp nem is tudnék. Hát, itt nagyon nagy mennyiségről van szó, tehát mondjuk a Nyaraló gyilkosok, azt hiszem 150 oldal volt. Tehát nem lehet blattolni, és közben beszélnek benne hatan, heten, van, hogy egy szobában ülnek, gyanúsítottak, és szinte egymás szavába vágtak, tehát nekem néha a saját szavamba kellett vágnom. Azt meg tudod mutatni, hogy ez hogy megy? Nem muszáj pont az a szövegem, mert nyilván nem emlékszel úgy már rá, de hogy ez hogy megy, amikor mondjuk egymás után öt hangot? Hát mondjuk azt mondom, hogy én nem tudom, hogy George, mit, maga ne szóljon bele! Tehát ilyen szinten, csak most mutattam valamit. És akkor muszáj elválasztani a hangokat, és ezért színes ceruzát használtam. Például a hölgy említette a Kökölyszé és Bobolyszát. Ott a egyiket kékkel húztam alá, a Kökölyszét, a Bobolyszát meg pirossal. A többi szereplőnek meg más színe volt, és időnként azt is odaírom, hogy milyen hangszínen kell megszólalni. Aha. Hát,
Szóval egy nagyon nagy meló. És nincs úgy, hogy összekutyulod? Ha van, akkor én megállok, mert megérzem, hogy összekutyultam, és akkor megállok. De ritkán van. Annyira fölkészülök olyan alaposan, hogy... És ez igaz, hogy egy normál szinkronnál, tehát egy tévéfilmnél, viszont odamész, föl se kell készülni, és gyakorlatilag az adás, tehát a film ideje alatt te egy az egybe azt lenyomod. Nem. Ez a szinkronra nem igaz, de a hangolámmondásra mondhatom, hogy egy 50 perces filmet, hogyha egyedül vagyok narrátor, és speciál nem a csillagászatról szól, vagy a atomkísérletekről. Hanem valami jó kis természetfilm. Mondjuk egy kis természetfilm a gepárdokról, vagy nem tudom, micsodára, az óriás kígyókról Afrikában, akkor azt az 50 perces filmet én szerintem egy óra alatt elmondom. Tehát majdnem adásidőben. Nagyon keveset bakizok. És ott kapsz állítólag egy ilyen idegenneves kiejtési listát. Igen, van egy kiejtési. Tehát a szöveg mellé teszed, igen, igen. És akkor az minden idegen szónak ott van a izé, és akkor olvasod a szöveget, és mellé sandítasz a izére. Ez pontosan így történik. Tehát amikor nézem a kódokat is, látom, hogy mikor van idő, már látom, előre már figyelem, miközben olvasok, már látom, hogy ott lesz egy idegen szó, ugye nagybetűvel van többnyire a kezdőben. És akkor már nézegetem, hogy az micsoda, közben olvasok. Tehát azért ez egy hatalmas koncentráció, és hát ugye 25 éves gyakorlat. És amikor nézem a kódot is, és akkor látom, hogy ott lesz 5-6 másodperc időm a következő megszólalásig, akkor gyorsan, jó esetben ABC sorrendben van a kiejtési lista, akkor gyorsan megnézem a kiejtést, és mire újra meg kell szólalni, mert tudom, hogy kell kiejteni. Hát szép, na jó. Nagy meló. Nagy meló, és nagyon nagy gyakorlat. Újabb telefon, jó estét! Jó estét kívánok, Ratina Telka vagyok, szeretettel köszöntöm a művész urat, vagyis mindkettőjüket. Itt sok mindent elmondta, én a Radnótiban majd minden darabját láttam. Itt már elhangzott egy jó pár, de talán a Szolnál az építőmesternek. Igen. Abban ez így van. Én nekem nagyon tetszett, nagyon jó volt. Bálint Andrással játszották, és aztán tudom, hogy Bálint András rendezte önnel a romantikus tragédiát. Romantikus komédiát, a Táliában. Komédiát, bocsánat. Igen. A Táliában, igen. Táliában? Romantikus komédia. Az volt a cím. A szinkron hangja az kiváló, azt olvastam meg, tudom, hogy a legtöbbet foglalkoztatott szinkron színész, és elhangzott az, amit én is szerettem volna mondani, mert ugye nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt a Dallasban ön volt a Bobby, aztán Bobby meghalt, ott is írtunk, és akkor utána visszajött, föltámadt. Hát ezeket szerettem volna. És hát minden figyelmem, amikor meghallom valamilyen ilyen hangjátékban, vagy valami, mindig olyan jó érzéssel gondolok magára. Kívánok még sok-sok szerepet önnek, jó sikereket. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Várjuk köszönöm a további tévéket, mondom, telefonokat és Skype-okat. Ott állítólag te azért úgy érezted, amikor egy év szünet volt Bobbyban, hogy szabadságra mentél, tehát hogy egy kicsit felszabadulsz. Igen, mert akkor nem így szinkronizáltunk, mint most, hanem hát két részt vettünk egy héten keresztül. Már úgy értem, hogy reggel, akkor mindenki elment próbálni a színházába, akkor visszamentünk délután. Szóval nagyon macerás volt. Ma már ez sokkal gyorsabban megoldanánk. És a Bobby, arra volt casting például a Bobby hangjára, vagy nem? Nem volt, de... Tehát arra azt mondták, hogy a Csankó? Igen, Hazai Gyuri bácsi rendezte, és előtte én szinkronizáltam nála egy nagy szerepet, egy krimiben, és... Szerintem ott ugrott be neki, hogy soha nem beszéltem meg ezt vele végül is, és ott, szerintem ott szeretett belém, és így lettem én a Bobby. De tudom, hogy ezt szeretted, miközben a szomszédokba hívtak, és oda nem mentél, azzal, hogy hát te azt nézni nem szereted, akkor nem mész, és hívtak főzőműsorba, és arra is azt mondtad, azt se szereted nézni, akkor sem mész. Ez így van. De hogy a Bobby meg volt egy olyan érzésed, hogy sok mindenre azért nem hívtak, mert hogy teljesen azzal azonosítottak már. Igen, ez így van. Tehát amennyit kaptam, annyit el is vett a Bobby miatt az élet.
tehát nagyon sokszor azért nem hívtak bizonyos szerepekre, mert hogy ő a Bobinak a magyar hangja, és nem akarják, hogy ennek és annak a szereplőnek is Bobi legyen a hangja. Tehát, hogy ne bobisítsunk bizonyos szereplőket. Hol, te nyilván tudtál volna más hangot, hát, mert persze, annyi hangot tudsz, amennyit igen, akar. Ma már ugye kiderült, de hát akkor kezdő színész voltam, és nyilván volt egy félelem a megrendelőkben, hogy nem tudták az én képességeimnek a határait, és ezért féltek attól. Emlékszem, a Rob Roy-t szinkronizáltam, Liam Neeson volt a Rob Roy, és egész csapat jött oda, hogy ellenőrizzék, hogy ez milyen lesz az a szinkron, hát, hogy a Bobby fogja szinkronizálni. Tehát annyira beazonosítottak, vagy azonosítottak a szereppel, meg a hanggal. Aztán később, amikor a Karthalat szinkronizáltam, John Travolta, és hát szerintem nagyon jó film, és nagyon jó lett a szinkronja is, oda is eljöttek, mert még mindig, pedig az sok-sok évvel utána volt, és még mindig féltek attól, hogy nehogy a Travoltának ilyen Bobby-s hangja legyen. Na most azóta és többnyire én szinkronizálom Travoltát. Igen, hát Travoltát általában bele is szólnak ilyenkor, vagy szólnak, csak ott ülnek? Hátul sétálgatnak, mint az állatkertben a plexi mögött a hiénák. Nézegetik, hogy mi történik. Aha. Ennél humánusabb az amerikai filmeknél a casting, vagy akár francia, vagy angol filmeknél is előfordul, és hangmintát kérnek, akkor egy páron arra tehát elmegyünk. Tehát akkor nem jönnek be a stúdióba, hanem és akkor ők kint elküldik, és akkor ők számítógépen keresztül ellenőrzik, és ők kiválasztják a hangot. Uh-huh. Akkor mi kiválasztottuk, vagy a Skype-olót, jó estét! Szervusz Gábor, Faragó György vagyok. Szervusz! Ő az, aki mindig a Facebookra majdnem minden vendégről föltesz fényképsorozatot. Tegezhetem a Zolit? Tegezhetem? Nyugodtan. Jó, persze. Akkor szervusz, köszönöm szépen. Szervusz, jó estét. Én igazából csak egy-két filmet szeretnék mondani. A legelső filmedre emlékszel? Nem. Vigyázz, mert ő minden ilyenre emlékszik. Csinál ilyen lexikont, meg nem tudom miket. Tettem fel képeket. Dráma vadászaton. Ja, azt hittem szinkron. Ja igen, nem, dráma vadász. Esztergályos Károly. Igen, ő rendezte. Igen, hogyne. A Gábor azt mondta, hogy meg se ismert volna. Nem, azon nem. Ó, hát persze. Hát de majd mindjárt az... mutatunk egy olyan, azt is kitetted a falstafról, és kitettél falstafról, egy képet. Igen. Majd fiúk mindjárt készülnek vele, bár még egy picit odébb lesz, hogy ott se nagyon lehet, ott meg olyan kövérré van izélve, hogy az valami hihetetlen. Hát meg ez a hosszú haj. Meg nem tudom mi. Szóval elképesztő. És nagyon kevés filmben játszottál, és a legutolsó filmed eddigi a Szabadság különjárat. Így van, igen. Az a legutolsó. Köszönöm. Igen. Ez a kettő. Köszönöm igen, szépen. Igen. Nagyon köszönöm. Szervusz. És Győrbe sok szerepet kívánok. Nagyon igen. Szépen köszönöm. Szervusz. Szervusztok. Természetesen jár a két hely, Margit-sziget vagy Városmajor, és még várunk telefonokat vagy Skype-okat. Na jussunk el akkor Győrbe. Ami talán egy kicsit ugye fájdalmas volt, vagy nem is kicsit, mert ugye téged az Alföldi Róbert, amikor igazgató lett, kirúgotta. Kirúgotta nem nemzetiből. Hogy zajlott egyébként ez? Hát igen, én mondtam a Stolbucinak előtte, hogy engem az Alföldi ki fog rúgni, azt mondja, téged, dehogy fog, nehogy már ezen elkezdjék görcsölni. Nem is beszéltünk róla többet, de én éreztem. Én gondoltam, hogy ő hoz magával majd néhány embert, és hát kiket küldjön el. Nyilván azokat küldi el először, akiket nem ismer, akivel nem dolgozott soha. És hát én ezek közé tartoztam. Szóval te magyarul Balikó Tamásnak drukkoltál, mert hát én is pályázott akkor, akivel dolgoztam, akkor gondoltad, hogy hát, akkor maradhatsz. Hát a Balikóval nagyon jóba voltam, ugye együtt dolgoztunk sokat, rendezett is, és játszottunk is együtt, hát ez nem volt kérdés, ha a Balikó nyeri a színházat, vagy a pályázatot, akkor én ott maradok. És mit mondott ez a Földi neked? Nem mondott semmit, azt mondta, hogy megtarthatom a szerepeimet, és tulajdonképpen, hogy nem kívánnak következő évben nekem szerződést ajánlani. De nagyon semmi indoklás? Nem volt indoklás, de megmondom őszintén, nem is vártam, hogy indokoljon. Nem esett volna jól, bármit mond. Nem, hát most gondolj bele, hát nyilván valami negatívumot kellett volna neki mondani, az meg kinek esik jól. Tehát én nem vártam, hogy ezt megindokolja. Elég volt az, hogy nem. Én annyit mondtam neki, hogy én őt nagyon tehetséges embernek tartom,
Egyébként tisztességes volt, tehát semmi ilyen, amiket lehetett olvasni, hogy ő így kipaterolta az embereket, ez velem, ez biztos, hogy nem fordult elő. Türelmesen végighallgatott, elmondtam neki, szerintem ezért nem fogják megdicsérni, ezért a döntésért, és hogy szerintem ez egy rossz döntés, tehát hogy ez nem jó döntés. De sok sikert kívántam neki a munkájához. És akkor utána nekem azért volt nagyon nehéz, mert a társulat megpróbált megvédeni. Tehát az ő úgymond barátai, a László Zsolt, Buci, Gazsó Gyuri, a... Sőt, úgy tudom, hogy Jordán Tamás, akikre átvette a színházat. Hát a Jordán Tamásról nem is beszélve, aki több körön keresztül próbálta lebeszélni. És ennyi emberre nem hallgatott? Nem, de utólag én megértem már, akkor persze nagyon rosszul esett és fájdalmas volt, és minden, amit gondoltam a színházról, és arról, hogy egy embernek hogy kell tevékenyen részt venni egy közösségben, vagy hogy kell hozzáállni a munkához, mindent összerombolt abban a pillanatban. Én nagyon rossz állapotba kerültem egyébként, meg kell, hogy mondjam, csak jól tartottam magam, de belül rettenetesen véreztem. Az igaz, hogy ráment a 17 éves párkapcsolatod? Hát, azért merem mondani, mert te nyilatkoztad. Igen, van benne igazság, hogy annak is betett. Tehát, hogy annyira kikészültél. Hát eléggé, igen. De ez ugye a hétköznapokban azért nem látszott, tehát most nem úgy kell elképzelni, hogy én mint egy zombi járkáltam. Nekem azért volt még nehezebb, mint a többieknek, akiket rögtön ugye elküldött, és a Tamással is kapcsolatban voltam, és a Tamás mondta, hogy Zoli, ez még nincs lefutva, még a Robi nem tudja, hogy mit csinálja, már annyi helyről hallotta, hogy ez nem jó ez a döntés, hogy most már nem tudja. De én megértem utólag, hogy ő, mint egy igazgató, aki akkor kerül a Nemzeti Színház élére, az rögtön nem kezdheti azzal, hogy megváltoztatja a döntését. Hát akkor ezt nem így gondoltam, hát de ma már úgy gondolom, hogy igen. De azóta én dolgoztam vele Szombathelyen, a Volponéban, és azt gondolom, hogy így rendbe kerültek a dolgok, és az ő lelkében is, és az enyémben is. Jó, adjunk gyorsan telefont, és eljutunk Györgybe a Falstaffhoz. Jó estét! Jó estét kívánok! Üdvözlöm Önöket, szeretettel! Hú, ezt most alig-alig halljuk. Kiabáljak? Nem, most már tök jó. Jó estét kívánok! Tehát üdvözlöm Önöket ismételten, szeretettel. Ne kiabáljon velünk. Lázár Ervinnek van a Berzsián és Dideki hangos könyve. Hallani? Igen. Hát most aztán szuperül. Igen. Viszont nagyon-nagyon szeretem Don Epps hangját a Gyilkos számokban. Aha, igen. És ami nagyon nagy kedvencem, az az egy Gésa emlékiratai, ahol Watanabe hangját. Hát nagyon érdekes, mert a szinkron színésznél gondolom nem nézik az emberi karaktert, de Watanabe és Ön karaktere nagyon hasonló. Aha, igen. Ez más nem is. Tudom, hogy ez számíthat-e valamit, amikor szinkron színészt választanak, mert gondolom, hogy Alec Baldwin vagy Nicolas Cage annyira azért mégsem hasonló személyiség. Igen. De ez érdekelne engem ez a szempont, és el is köszönnék. Köszönöm szépen. Jár a két jegy, és azért még várunk gyors telefont vagy Skype-ot. Válaszolsz a hölgynek? Igen, minden szinkronrendező másképp dolgozik. Valaki hajszínre oszt. Hajszínre, hogy például egy szőkenő, akkor az legyen szőkenő. Hát a mai világban, amikor már festetik a hajukat, nem is értem, hogy, de volt ilyen. Aha. Akkor valaki a hasonlóságot keresi. Valaki csak nem érdekli a hasonlóság, csak a hang karakter hasonlósága érdekli. Tehát ez nagyon sok mindennel összefügg. Valaki, hogyha olyan a szerep, hogy lírai, akkor kifejezetten egy barna hangot keres, aki erre a lírára alkalmas. Tehát sokféle szempont van. Na, szóval végül is Győrbe kerültél, ahol hát például Falstaffot magát is eljátszod. Van nekünk róla bejátszásunk. Hang nélkül lesz, csak az elején nyöksz egy kicsit Falstaffként, és aztán megnézzük ezt a furi figurát, és beszélj róla, hogy például hogy lett ez meg. No, akkor nézzük. Elképesztően, igen. Szóval elképesztően nézel ki. Kilettem tömve, de annyira hitelesen, hogy a nézők, ugye már ismernek Győrben, oda mentek a néző szünetben a nézőtéri nénikhez, hogy hát ez a Csankó Zoli, ez hogy meghízott? Hát ez borzasztó. De óriási sikerem volt bennem, most talán nem nagy képűség, ha ezt mondom. És lubickoltam. Hát nagyszerű előadás volt. Valló Péter rendezte.
Nem, hihetetlenül néző, hát te is röhögsz rajta, nem? Hát, igen, igen. Jó, szóval egészen. Én nem szeretem magam visszanézni, nem is szoktam, de most ezt látva azért ez elég jó. Hát ez egy udvarlási jelenet. Hát igen, ami a falstaffal elég gyakran előfordul, igen. Hogy ugye teszi a szépet jócskán a nőknek. De hogy van ez, hogy azt olvastam, ez igaz még, hogy Győrbe társulati tagnak tekintenek téged, és lényegében garantálnak is egy évadban két szerepet, de mégse vagy ott tag. Ez miért van így? Mert a színháznak a működése olyan, hogy ott tag szinte nincsen. Csak olyanok vannak, akik ott gyakran játszanak. Igen, tényleg? Igen, közalkalmazottként vidéken... talán mit 3-4 régi nem gondoltam, hogy ez a győri nincs. Színházban így van, tényleg? Ez, így van. Én nem kapok nyárra fizetést, nekem úgy kell gazdálkodnom egész évben, hogy én legközelebb októberben fogok fizetést kapni majd. Hát de addig megoldott szinkronnal, nem? Hát meg amit mondjuk halálra dolgoztam magam egész évben, és abból, amit ugye a nyári hónapokban felhasználok meg, hát attól függ, mennyi a szinkron. Azért nem szinkronizálok minden nap akkora szerepet, hogy rakosgassa a pénzt a bankba. Tehát azért... Nem romlott nagyon a szinkron minősége? De. Ugye? Igen, azért, mert én nem szinkronizálok már olyan sokat. De sokat romlott. A mozi az kivétel. A mozira még mindig nagyon nagy a figyelem. Hatalmas vásznon látják az emberek, tehát a szinkronitás is nagyon fontos, mert ott aztán minden kiderül. Ja, hogy tényleg a szájmozgással együtt legyen. Hát igen, tehát arra is kell ráírni. Ugye hát ott tudom, hány négyzetméteren látjuk egy színésznek a fejét közelében, ott nincs félrebeszélés. És ott a hangkiválasztás is azért ott nagyon igényes. És van rá idő. Ez is nagyon fontos. Az mit jelent, van rá idő? Hogy ott egy hétig szinkronizálunk egy mozifilmet. Mondjuk nem én szinkronizálok egy hétig. De ugye ezt a mozifilmet tévére csinálják, akkor egy nap alatt lezavarják, ugye? Pontosan egy nap. Tehát ugyanezt egy nap alatt meg egy nap. Csinálni. Még esetleg, hogyha valamit kis piciket még dolgozni kell rajta, akkor még van még egy nap. De akkor az már luxus. Tehát, igen, de ez már gyakran úgy megy, hogy nem partner. Nincs ott a partner, nem? Nagyon ritkán van ott a partner, de megmondom őszintén, mivel már 10 éve nem emelkedett a gázsi minimum, ezért én nem is igénylem nagyon a partnert, hanem mert ő is bakizik akkor, ugye? Aha. Én is bakizok, ő is bakizik. Hát egyre több időt töltünk ott. Mondjuk, nem azt mondom, hogy... De nem tud inspiráló lenni. De nem azt mondom, hogy a Vakrandit, amikor szinkronizáltuk a Básti Julival, és én a Stanley Tucci-t szinkronizáltam, meg nem tudom melyik színésznő, nem jut eszembe a neve, egy fantasztikus kétszemélyes film. Hát persze, hogy jó volt, akkor a Básti Julival kellett lenni, vagy most sorolhatnám. A filmeket, ahol jó, hogy partner van mellettem, de nem mindig igénylem. Maradjunk ennyiben. Vannak tervek? Tudsz te tervezni egyáltalán így szabadúszóként? Én mindig szoktam tervezni, de végül is szabadúszóként egy tervem van mindig, hogy jól tudjak esetleg, ha lehetőségeket ajánlanak föl a következő szezonra, ott jól tudjak dönteni. Más lehetőségem nincsen, mivel nem vagyok úgymond társulati tag, de azért gyorsan hagyd tegyem hozzá, hogy nehogy megbántsam a győri nézőket és a győri közönséget, hogy én azért elsősorban győri színésznek gondolom most magam, és nagyon sokat köszönhetek Győrnek, a győri közönségnek. Ott tényleg már szinte minden létező díjat meg is kaptam. Tehát nagyon szeretnek engem, és ezt tudom, és ezt igyekszem viszonozni is. Úgyhogy... Hát az a, és jövőre például azért játszom Győrben 3-at, mert egy Veszprémi ajánlatot nem fogadtam el, azért, hogy Győrben játszhassak, mert ütközött volna. Tehát, és miket fogsz játszani Győrben? Az első darab az már ilyen nagyjából bemutattuk, Valló Péter rendezte Gorki éjjeli menedékhelyét, annak még lesz egy hetes főpróba hete. És abba te? Ősszel. Én Kosztíjov vagyok, a háztulajdonos. Uh-huh. Utána az Abigért rendezi Forgács Péter, abban a... Ezt a zenés? Változ... Nem a zenéset, hanem a prózai Posgai Zsolt írta színpadra, és el is olvastam, nagyon jó lesz szerintem. Bízom benne, hogy a Péter is kitalál ebben valamit. Ebben a
Georginának az édesapja, vagy a Vitai tábornok. Aha. Nagy Attila volt a filmben. De sokkal jobban ki van fejtve a szerep, mint a filmben, tehát látványosabb, hatásosabb. Aha. Például mi zárjuk majd a Ginával, vagy Georginával. És a harmadik? A harmadik pedig Simon Korné rendezi a Vád tanúját, és abban az ügyvédet játszom, amit már tanulok is javában. Na hát emlegettük Agátha Krisztit akkor. Igen. Agátha Kriszti, jól mondom. Igen. Csak rengeteg szöveg. Én nagyon, tényleg ez a Falstaff se volt kevés, vagy a Nem félünk a farkastól, ugye játszottam a Nikket is, Győrben a George-ot, meg Sütő András, meg mindenfélét tanultam már, rengeteg szöveget. Ez olyan sok, ez a Vád tanúja, hogy mondtam a Kornélnak, most találkoztam vele nyáron, hogy mondom, ha most elkezdem tanulni, se tudom megtanulni januárig. Húzzunk belőle. De hát, hogy nem nagyon tud belőle húzni, de azért valamennyit csak húztunk, vagy húzott, na mindegy. De... Na, nem is zavarlak, akkor tovább, nem veszem el a tanulástól az időt. Jó tanulást, és köszönöm, hogy jöttél, és további jó nyarat. Nagyon szépen köszönöm, és a kedves nézőknek. Önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket, majd még lesz egy kis bejátszás az Anconai szerelmesekből, de elmondom addig, hogy akkor egy hét múlva, ez bizony már augusztus 2-án, szerd este 9-től is lesz Bóta Café. Egy meglehetősen jó humorú ember jön, ugyanis leginkább a humorából él, Selmeci Tibor, mindannyian ismerik, ugye több tévéműsora is volt, kabarészszerző, dramaturg, újságíró, és meglehetősen jó riportalany, tehát úgy dől belőle a szó, és hát tele van elképesztő anekdótákkal. Tehát akkor Selmeci Tiborral várom önöket, egy hét múlva, azaz augusztus 2-án, szerd este 9-től a Bóta Caféban, várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, és persze megint lesznek ajándékszínházjegyeink is, és akkor még egy dalrészlet a meglehetősen szórakoztató Anconai szerelmesekből. Hát akkor a viszontlátásra. Viszontlátás. Emlékszem, milyen nagy dolog volt egyszer, hogy a kávézómat megnyithattam én, és úgy éreztem, kastély lett a ház. Reggeli kávé, reggeli zsömle, a bolta, de új, hűge nagy úr. Néha egy úr jött, és néha egy donna, egyszer egy donna, kedvese mondta, pihenni, járni, ide nyaranta, sehol sem lenni, kis ristorante, pedig ha lenni, én lennék is benne, emlék is lenne, oly kedves és szép, bár egy ristorantét nyithatnék meg egyszer én, jönne ifjú, jönne vén, sok úr és sok donna, A műsor médiapartnere a Népszava.